Három számban két érmet és egy negyedik helyet szerzett Boros Adrián, a Tolnai Kajakkenő Klub évek óta a világelitbe tartozó kiválósága a franciaországi maratoni EB-n. A nem profiljába tartozó rövid távon 3 kilométeren egy ezüsttel hangolt a fő feladatokra. Egyszerűen csak egy szerencsétlen helyzetbe kerültem, és el tudtak menni hárman, és utána már nem volt esélyem utolérni őket. Másnap jött a páros, ebben a számban már a VB elsőséget és Európa bajnokságot is nyert Boros, itt a francia vizeken mutatkozott be új párjával Máté Krisztiánnal. Igazi nagytét a páros működő képessége volt. Megnyugtató volt számukra látni, egy kivétellel mindenkinél gyorsabb volt a hajójuk 30 kilométeren. Úgy gondolom, hogy a franciák azok nagyon erősek voltak, és mivel még nincs nemzetközi tapasztalatunk együtt, így azt mondom, hogy nem tudtuk volna őket megverni. Vagyis hát nyilván van az az eset, amikor meg lehet őket verni. Szerintem itt most tényleg jobbak voltak. Máté Krisztiánnak, Boros új párjának a felnőttek között ez volt az első EB érme. Tavalyi felnőtt EB 1-es bronz után azért ez most egy fokkal jobb már. Tehát azért ez jó. Igazán őszintén én erre számítottam, hogy egy érmet összelapátolunk. De jó lett volna persze nyerni, de hát arra nem számítottunk azt, hogy tényleg ennyire erősek lesznek a franciák. Április óta egy heti 4-5 edzésre mindig lejövök közösen. Van az, amikor egy teljes hétre is lejövök, hogy akkor rendesen végigedzít edzünk. Szóval az, hogy így megismerjük jobban egymást, hogy kinek még a gyengé, mit kell még fejleszteni, ezekre tesszük a fő hangsúlyt. Nem szokványos egyáltalán a sportvilágában, hogy a FIS Európa bajnokok és az ezüstérmes páros egy héttel a nagy verseny után közös edzőtáborozáson vegyen részt. Márpedig ennek lehettünk szemtanúja a napokban, Jeremy Candy és Quentin Urbán újdonsült Európa bajnokok a Tolnai Holdunán edzettek egy héten át, a hozzá közel álló Boros Adrián meghívására. Már 5 éve együtt evezünk, ez alatt annyira összeszoktunk, és közben gyorsultunk is, hogy valami jó eredményben feltétlenül bíztunk az otthon rendezett Európa-bajnokságon. Abban, hogy dobogósok lehetünk. Arra azért nem számítottunk, hogy nyerni tudunk a nálunk előrébb rangsolt hajók előtt. A győzelem számunkra is meglepetés volt, mondta Jeremy Candy. Boros Adrián az a versenyző, akivel már régebb óta remek a kapcsolatunk, és ő invitált bennünket ide Tolnára a közös edzőtáborozásra. Jól döntöttünk, mert itt minden jobb, mint ami otthon van. Az idő, a víz, az edzés lehetősége. Ráadásul itt van az EB ezüstérmes páros, egymást húzzuk felfelé a felkészülésben, alig ha kell ennél jobb a kínai világbajnokságra való felkészülés során, jegyezte meg a vezérevezős Quentin Urbán. Az elmúlt 10 év maratoni VB-je a dél-afrikai, a spanyol, a portugál és a Boros vezette magyar hajó vetélkedéséről szólt.